Nekem azt mondta édesanyám, mikor idehoztak. Fiam, a kollégiumba mégy, a jó tanár urak keze alá. Úgy tiszteld őket, mint az édesapádat. Édesanyám azt mondta, a tanárok a szülő helyettesei. Azért élnek, hogy a gyerekek testét, lelkét képezzék. Ők belelátnak a gyerek szívébe. Megértik és megvédik őt. Úgy vágytam én a felnőtt életet, mint mennyországot átít más gyerek. A felnőtt az, ki minden ér, mit felnőtt tesz, mind jó és szép, csak festett kép, mi bennem élt, és hitvány kezek tépték szerte szét. Hogy kinek küldtem pénzt, az én jó apámnak, ki nincs telen szegény, és mégis tanítat. A saját pénzem volt, amiért megdolgoztam én. Hát miért vádolnak így utolsó tolvajként? S Violát, szegény Bellát, kik magukat feláldozzák, hogy családjukat megmentsék, miért rágalmazzák? Tudja tán, hogy mi miért csinál, de rossz és kegyetlen, tudom már. Ha látszatnak hisz, úgy él, úgy ítél, de ölni tudna néhány krajcárért. Ígység, hogyha mérgezi lelkét, a gyűlölség megöl minden. Légy jó, fiam, légy jó, mint halálig.